Szevasztok, újra itt vagyok. Ismét edzés. Hát eljött a versenyszezon, elteltek az őszi-téli hónapok. Olyan 7-8 hónap telt el ugye verseny nélkül, ez volt így az off-szezon. Most eljött az utolsó edzés, 5 nap múlva verseny. Megyek a selejtezőre, Szegedre. És most csinálok egy ilyen kis felmérő edzést, így a verseny előtt 5 nappal. Guggolni fogok. 200-ba már guggoltam egyet, minden nélkül, vagy hát csak ebben a szakadt térgumiba, és most bandást fogunk tekerni, feljebb megyek, egy 250-et szeretnék, aztán meglátjuk, hogy sikerül, utána felhúzni fogok egy ilyen közepes súlyig, nem akarom már nagyon kinyírni magam, tényleg egy ilyen kis átmozgató, felmérő, aztán én 5 napot fogok pihenni, ez nekem úgy bevált az évek során, eszek, töltök, pihenek, tényleg fejbe mentálisan ráhangolódok, nem az edzés, semmi, verseny lesz, oda koncentrálok. Ez fog következni. Ja, és azt elmondom, hogy most is, mint minden guggolásnál, nem vagyok erőemelő, tehát nem powerlifting van, strongman van, tehát nem guggolok le vízszint alá. Lehet, hogy másnak rogyasztásnak tűnik, de nálunk ugye ez elég. Úgyhogy nem megyek mélyre, addig megyek, ameddig kényelmes, ameddig jónak érzem. Nem kell beülni vele. Nincs 3 bírónk körbe, nincs senki, aki megítélje a mélységet. Itt van egy fix súly, amivel valameddig le kell ugye guggolni, egy jelölt részig. És erről szól a gyakorlat, ebben a sportágban a guggolás. Meg volt a 230, 200 után arra mentem, azt még a legpuhább biotekes ilyen kis hétköznapi bandázsal guggoltam, az igazából nem sokat tart. Most 250-re megyek, úgy döntöttem, ezt már az erősebb inzer bandázsba, ugye az erőemelő bandázs, ezt abba fogom megpróbálni, úgyhogy 250. Megvolt a guggolás, hát ez a 250 kicsit bizonytalan volt, ez nekem mindenkori csúcs, így minden nélkül, mármint hogy csak bandásba. Korábban még könnyebb volt a testsúlyom, akkor volt egy guggolóruhába guggoltam, erőemelő guggolóruhába, úgy tudtam 302 felett. Így bandásban ez a 250, ez azt mondom, hogy biztos, hogy 5-6 éves csúcs. Nehéz volt, a bandás nagyon elszorított, ugye ahogy mutattuk, ez az inzer bandás volt. Tértől lefele körülbelül nem is éreztem a lábamat, meg a térdemet se, hogy elkezdtem ugye belemenni, aki guggoltam a bandásba, azt tudja, hogy hát eltompít, nem érzel szinte semmit. Szemben nincs ott a tükör, tehát ha nem látom magam, akkor sem tudom, hogy merre járok. Jó volt különben, örülök, hogy sikerült, így is, valamilyen szinten, ahogy én guggolok. Úgyhogy elégedett vagyok, ezt akartam, hogy 250-et valahogy megküldeni. Na, most kitaláltuk, hogy rögtönzünk nektek egy ilyen kis bandás erősség tesztet.
felkötöttük ugyanolyan hosszúságba három bandást, itt van felőlem a legkönnyebb, közepes és a legerősebb, amivel most googoltam, és ugyanakkor a súlyokat fogunk rájuk akasztani, nézzük, hogy melyik mennyire húzza le. Tök érdekes, ez az első, ez a biotech-es bandázs, erre csak egy 5 kilós tettünk, és az már a földig lehúzza, semmi tartása, semmi rugalmassága nincs, semmi ereje. Mellette van egy, ez milyen ez a sárga? Titán. Titán, ez is erőemelő bandázs, azon már 10 kilós van, és a 10-es csak addig húzza le. Az Inzer, azon is 10 kilós van, és ott egy 2 centi különbség van, egy tárcsa vastagsági különbség van, hogy meddig megy le. Tehát látszik, hogy az a legerősebb, még teszünk rájuk, nézzük, hogy arra a kettőre, ugye erre már értelmetlen, arra a kettőre teszünk, hogy viselkednek. Na, tettünk rájuk még egy ötöst, 15-15 kiló van rajtuk, a titán bandás, ez a narancsárga, ez beelőzött. Tehát ebből kiderül, hogy az a legmerevebb bandás. Az Inzernek egyébként a rugalmasságával rejlik az ereje, tehát az annyira erős gumival van ugye átszőve, tehát azért tűnik a legerősebbnek, hogy az összeszorító hatása miatt. De a titán a legmerevebb. Egyébként még egy ötöst is kibírnának, csak nem akarjuk szétszakítani. Tehát ha rátennénk még egy ötöst, amely csak ötös van, 4-szer erősebb, mint ez a kis 2-3 ezer forintos biotech-es bandázs. Azért van különbség, egy profi bandázs, egy 20-valány ezres profi bandázs, meg egy ilyen kis boltba kapható bandázs között. Legközelebb googolok egyet majd ebbe a titánba. Kezdem a felhúzást. Azt itt abba is hagyom, googolás után már nem akartam nagyon felmenni. Ugye két ilyen fő gyakorlat az nagyon lemeríteni az idegrendszeremet is. 200-ig mentem, az ilyen közepes súly, abba húztam 15-öt. Ez jó volt, ez kellően átmozgatta, érzem a hajlítómat, farizmom, derekam is kapott annyit. Tehát, hogy nem szakítottam szét nagyobb súllyal. Amit erről a felhúzásról is tudni kell, hogy ez sem erőemelő felhúzás. Tehát aki valamennyire benne van az elősember sportban, az láthatta, hogy ott nincs kötött szabály vagy megkötés. A-ból B-be, tehát a súlya földön van, és a végpozíció ugyanaz, mint erőemelésbe, tehát hogy ki áll vele a versenyző. De a kettő között a megtett út, hogy jut el oda, az mindegy. Megállhat a mozdulat, visszamozdulhat a súly, lehet rángatni, térdeket alá lehet tolni, mindegy. Úgyhogy ez volt az utolsó edzésem, ez a 250-es guggolás, 215 felhúzás, és akkor most 5 nap pihenés, regenerálódás, mentális rákészülés, és valószínűleg a következő vlog az a versenybeszámoló lesz. Addig is iratkozzatok fel, kövessetek be, ha még nem tettétek, jövünk minden héten ugye tartalommal, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Aztán lesznek még csapatedzések, meg fogok beszélni még a tápkiegekről, mert ugye azt kértétek, hogy miket használok, vagy miket alkalmazok. Szevasztok!